Új rendezvénytéren rendezték meg idén a forradbor főző versenyt Mórahalmon. A promenádon az új rendezvénytéren várják az ide látogatókat. A hátam mögött már látszik, hogy aki elég hamar érkezett, az kap poharat és kóstolhatja a különleges receptekkel készült forradborokat. Aki pedig nem szeretne bort kóstolgatni, vagy éppen a borozás közben sétálna egyet, az a homokháti szakajtó kézműves termékein nézelődhet, és hát vásárolhat minél szebb és értékesebb kézműves termékeket. Mi is így tettünk, és körbenéztünk, hogy mi kapható itt ezen a vásáron. Honnan érkezett ide Mórahalomra, szakajtóra? Ötömösről érkeztünk. Tehát akkor a híres ötömösi mézes kalácsokat láthatjuk itt. Nagyon gyönyörűek, lassan eljön ennek is az időszaka. Milyen mézes kalácsokat látunk itt? Most első körben ugye az advent ünnepkör közeledik, és erre hangolódunk. Kicsit nehéz, amikor ilyen jó idő van, de mindenképpen készülünk a karácsonyra, és a mikulásos, karácsonyos mézes kalácsokat hoztuk el. Ez a fő időszaka a mézes kalácsnak, vagy azért ezt az év más részein is keresik az ilyen típusú, mondjuk egy mézes kalács szívet, vagy bármi mást? Hogy működik ez? Az átlagembernek a mézes kalácsról első körben lehet, hogy az illata miatt mindig a karácsony jut eszébe, de annyira népszerű a mai világban már a mézes kalács, hogy tényleg bármilyen ünnepkörre el lehet ezt képzelni. Legyen az egy esküvő, osztálytalálkozó, húsvét, mézes kalács nyulakat, tojásokat is készítettünk már, de tényleg felsorolni sem lehetne, hogy mennyi mindent lehet mézes kalácsból elkészíteni. Gondolom vannak egyedi, akár extrém megrendelések is. Tudnál mondani egy-két példát? Mindenképpen vannak, mert ugye mi úgy hirdetjük ezt a dolgot, hogy egyedi igények alapján bármit el tudunk készíteni. A készítőt megemlíteném, ők Rabotné Tanács Anita, és az ő fantáziájának lényegében semmi nem szab határt, és ha jól emlékszem, talán egy zingervarógép volt az egyik, ami nagyon érdekes volt, de volt egy komplett húsáruház, és szalámikkal, kolbásszal, mindenen felszerelve. Gyerekkorom óta mindig csinálok valami kézművességet. A népi bútorfestéssel 18 éve foglalkozom, azóta zsűriztettek is, és a Hagyományok Házától népi iparművész címet kaptam. Mennyire becsülik meg az ilyet a mai emberek manapság? Mennyire keresettek ezek az igazi, értékes, kézzel készült termékek? Egyre inkább, úgy veszem észre, elegük van az embereknek a tucat dolgokból, elegük van a műanyagokból, és egyre inkább a természetes anyagok felé fordulnak, és én igyekszem is minden tárgyamat abból készíteni. Vannak-e esetleg olyan megkeresések, hogy valami egyedit készítsen, vagy akár talál-e ki saját motívumot, vagy csak a hagyományosakkal foglalkozik? A hagyományosakkal foglalkozom. Ahogy említettem, 18 éve zsűriztetek, 6 vidéknek tanultam meg a stílusát festeni. Néha-néha van egy kis örömfestés, amikor csak a saját kútfejem után festek, de ugye az nem népi festés, és igen, van rá kereslet. A nagyobb dolgok iránt is kelengyes ládákat szoktak rendelni, falitékát, bölcsőt az unokának, és így mindig tudok egyedit alkotni, és névre szólót, és személyeset. Hadd kérdezzek itt bele közben, itt figyeltük ezt a trükközést, meg hát itt, ami az asztalon van, akkor önnek ez a trükk, ez akkor most tulajdonképpen nem sikerült, vagy sikerült? Hát nem sikerült. Nem sikerült a trükk. Az a helyzet, hogy én vagyok a hibás, és ön ezt látta. Kérdezhetünk-e még egy párat? Ezekről, ami itt az asztalon van, mert itt ez beszippantja az embert, úgy látom, itt azért elég sokan vannak. Miket láthatunk itt? Ezek itt az ördöglakatok csoportjába tartozik, ez különböző korokból, különböző nemzetségekből, fémből, fából, ami jön, az a lényeg, hogy egy olyan furfangos valami, aminek megvan egy feladat, amit meg kell oldani. Vagy sikerül, vagy nem. Egyik nehezebb, másik könnyebb. Ezeket ön készíti? Én készítem, innentől erre, meg vannak ilyen művésztükkök. Vamos, nem volt itt, arra fogjuk, hogy tudjuk, hogy tudjuk.
vesztük, akkor ezt megnézzük. Mi vesztük, aztán ki lehet próbálni. Egyszerű dolog, van egy lánc, erre fölteszek egy karikát, elengedem, és itt marad rajta. Meg kell próbálni utána. Bűvész trükk, hát igen, tudjuk, hogy biztos van benne valami trükk, de így elsőre abszolút nem látszik. A bűvészetnek ez az utcai változata, amikor a bűvész kimegy az utcára, tehát egyszerűen ráteszem, és akkor... De így bűzenti a karikát. Nem tudom. Valahogy bűzenti a karikát. Ezt le tudja venni róla nekem? Úgy látom, hogy nagyon tudja ezeket a tárgyakat és ismeri, vagy legalábbis úgy forog az agya. Ezt le kell venni róla, de nem tudom rájönni, hogy hogyan. Szokott ilyenekkel játszani? Nem. Egy idáig nem. Igazi különlegességeket látunk itt az asztalon, különleges kézműves termékeket, meséljen róluk egy kicsit. Röszkéről jöttünk, a Strucz Manufaktúra családi vállalkozás vagyunk, saját strucz farmunkról született, kis csibéink által már nem használt tojásokból készítünk használati tárgyakat. Lámpákat, könyvjelzőket, virágtartókat, fülbevalókat, nyakláncokat, minden őrületet, amit kitalálunk. Mennyire könnyű megmunkálni a strucz tojást, azért gondolom, hogy kicsit azért erősebb, mint egy hagyományos tojás, amit így akárki libavatjuk tojás. Igen, sokkal erősebb, átlagosan olyan 2 mm vastagságúak, úgyhogy először nagyobb gépekkel kell rajta dolgozni, majd utána finomítjuk, csiszoljuk őket. Például itt látom, hogy itt van egy lámpa, ugye a lámpa búra a tojás, és akkor a többi része az is valami újrahasznosított dolog, vagy ezeket honnan? Igen, minden újrahasznosított, itt a tanyán körül lévő korhat faágakat, fákat használjuk föl arra, férjem csiszolja, és így készülnek belőle a termékeink. És milyen visszajelzéseket szoktak kapni? Hát először mindenki a homlokához csap, hogy mekkora ötlet. Általában tetszik, tehát külföldről is vannak már most, hála Istennek, megrendeléseink. Itt Magyarországon pedig most ebben az évben a lámpáink azok az évterméke díjat nyerték el dizájn és lakásdizájn kategóriában. Visszatérő csapatot köszönhetünk itt Mórahalmon a forradbor főző versenyen. Mióta vesznek részt ezen a megmérettetésen? Hát gyakorlatilag kezdetek óta itt vagyunk az eseményen, úgyhogy folyamatosan követjük a Lawrence rendezvényháznak a munkáját, úgyhogy gyakorlatilag ennyi. És miért szeretnek ide ennyire járni? Milyen csapat ez? Honnan érkeztek? Igazából Röszkérő van, paláti társaságunk van még jelen a főzés alkalmával, és így eltaláltuk, hogy belevágunk, és majd próbálkozunk valamilyen recepttel, és megpróbálunk valamit kihozni majd ebből a kis vörösborból, amit kaptunk. Milyen fűszereket használtak eddig? Hát eddig most még a vörösbort, amit biztosított még a rendezvényház, azon kívül ugye most még, ami benne van, tetten is látszik, még gyakorlatilag sívácsak az elejében narancsot tettünk bele, egy kis citromot. Hát van egy kis citrus összetevő is még az aljában, amit úgy nem mondunk el. Alapvetően, ami a megelőző évekhez képest változás lett, most gránátalmával próbálunk még valamivel majd valami kis különlegességet csempészni a történetbe, úgyhogy nagyjából ennyi, és majd látjuk, hogy mi sikerül belőle. És mi a fontosabb, a csapat, a közösség, hogy itt vannak, vagy azért a verseny is fontos, hogy mondjuk egy jó helyezés? Nem, az alapvetően a közösség, meg gyakorlatilag a csapatépítés a lényeg, és akkor az esemény, az a végén majd ráérünk, hogy mi lesz az eredmény vége, úgyhogy az nem arra gyúrunk igazándiból, itt most tényleg a csapatépítés a lényeg, úgyhogy majd látjuk, hogy sikerül. Milyen csapatot képviselnek, milyen összeállítással érkeztek majd a Mórahalomra? Hát mind amúgy látszik is a plakáton, határaink innen és túl, az Ásotthalom Kísérlet Egyesülete az nagyon nyitott minden civil szervezet számára, különösen a vajdasági civil szervezetek irányába. Hajdújárásról van Csilláék, illetve Királyhalomra vannak Feriék, illetve mi az Ásotthalom Kísérlet Egyesület, egy közös, úgy mondanám, nemzetközi forralbort, egyveleget fogunk csinálni hagyományos módszerrel. Először vesznek részt ezen a versenyen? Igen, sajnálom, hogy még nem korábban, de remélem minél többször jövünk majd. Nagyon jó a hangulat, és köszönjük szépen a lehetőséget. Valami receptféleséget is kérdeznék, hogy hogyan készül
ez a nemzetközi, meg a határon innen, határon túli forradbor, azt látom, hogy fehér. Egyéb, más fűszerek? Hát a haditkot nem árulhatjuk el. Hát úgy mondanám, hogy én csak felhatalmazva vagyok a beszélésre, viszont a fő főzők, a Csilla és az Irénke hagyományos módszerrel fogják csinálni, annyit elárulhatunk, többet nem. Kizárólag szakmai, erre vagyok felhatalmazva. Köszönjük. Nagyon szíves. Hogyan is néz ki, hogyan is készül az a bizonyos hagyományos forradbor, amit az előbb Tibortól hallottunk? Azért hagyományos, mert nálunk szokás, tehát szőlőtermővidék vagyunk, itt a határ túloldalán, homokos területen, és a nagyanyáinktól tanultuk ezt a forradbor készítést. Ugye a hosszú téli estéken okvetlenül kártyázással ütötték el az időt az emberek annak idején, és olyankor jött ugye bár a jó kis forradbor, egyébként pedig egészségügyi célokra is alkalmazták nátha esetén. És az alapfűszerek, hát talán nem mondható hagyományosnak a fahéj, annyira nem régi keletű, de viszont a szegfűszegi, a cukor hozzáadás és a fahéj az lenne a lényeg, és aztán kiki saját ízelked szerint variálhatja. Az én nagyanyám borsot, egy csipet borsot szeretett hozzárakni, azért mert nátha esetén ez rettenetes jó gyógyhatással bír, íz az, és utána van, aki nem tudom, reszelt citromhéjat ad a mai világba hozzá, kinek hogy tetszik, de ezért hívjuk mi hagyományosnak.